Sziasztok, ez a videó kicsit más lesz a szokásosakhoz képest, most egy pár érdekesebb statisztikát szeretnék nektek megmutatni. A BMS-el kapcsolatban például megnézzük pár hónapra visszavetítve, hogy mennyi pénzt keresett az adott hónapban a legaktívabb szerelő, vontatásokkal kapcsolatos statisztikákba és a BMS évi forgalmába is belenézünk. Érdemes végignézni a videót, mert szerintem lesz pár érdekes dolog, de lehet, hogy csak én vagyok oda a grafikonokért. Mielőtt elkezdenénk, szeretnélek megkérni titeket, hogyha még nem tettétek meg, légy szíves iratkozzatok fel, ez nagyon sokat számít, és kommenteljetek majd a videó alá. És ha tetszett, akkor persze lájkoljátok is. Előre is köszönöm szépen. Illetve ha van bármilyen kérdésetek a BMS-rel vagy velem kapcsolatban, írjátok meg kommentben, és egy következő videóban megválaszolom. És akkor most nézzünk meg egyszer pár havi toplistát, ahol azt látjuk, hogy az adott hónapban a 10 legtöbbet kereső szerelő mennyi pénzt gyűjtött össze. A képen jelenleg 2021 novemberi top 10-es listát látjátok, a legaktívabb vagy a legszerencsésebb szerelőnk ebben a hónapban 37 millió dollárt keresett, ami azért nem rossz, főleg ha azt nézzük, hogy ilyen teljesítménnyel durván 3 hónap alatt össze lehet keresni 100 millió dollárt. A második helyezett szerelőnk sem marad le sokkal, ő 30 millió dollárt, a harmadik helyezett pedig 23 millió dollárt keresett. Nézzük most meg egy 2021 decemberi statisztikát. Itt az első 21,5 millió dollárt keresett, ami engem kicsit meglep, mivel ilyenkor általában elég nagy sorok vannak a téli szünet miatt a BMS-nél, a második pedig 21 milliót, a harmadik pedig 16 milliót keresett. És akkor itt van még egy 2022 januári toplista, itt az első helyezett szerelő majdnem 22 milliót keresett meg, ebből én azt a következtetést tudom levonni, hogy a novemberi első helyezett valószínűleg elég sokat szerelt a többiekhez képest, és azért sikerült ennyi pénzt összeszednie, januárban a második majdnem 20, a harmadik szerelő pedig majdnem 17 milliót szerelt össze. Aztán vannak nekünk még itt vontatási statisztikáink is, ez úgy készül, hogy minden frakció, aki vontat, annak a szerelőprogramba be kell vinni az elfogadott hívás sorszámát, itt tudjuk nyomon követni, hogy hány darab hívás érkezett, abból mennyi lett elfogadva, és azt is tudjuk, hogy ebből a BMS és a FIX az STK-kel mennyit fogadott el. Ezeket a statisztikákat hetente zárjuk, és minden vontatósnak a BMS-ben legalább 40 hívást kell teljesítenie. Nézzünk akkor egy december végi statisztikát, mert ekkor jött a legtöbb hívás, aztán nézzünk egy januárit is, amikor már nyugisabb volt a helyzet. Szóval decemberben összesen 3167 hívás jött, ebből a három frakció 1567 darab hívást fogadott el. Ebből a BMS vitte a legtöbbet 714 hívással, a legaktívabb vontatósunk pedig 159-et vontatott ezen a héten. Január első hetében pedig már jól látszik, hogy normalizálódott a helyzet, akkor már csak 1673 hívás jött, amiből 1111 el is lett fogadva. És akkor most jöjjön egy 2021 évi teljes BMS statisztika, amit már láthattok is. Ebben az évben a BMS-ben összesen 236.616 darab autót szereltek meg, amiért összesen több mint 3 milliárd dollárt kértek el a szerelők. 2021-ben összesen 239 alkalmazott volt a BMS-ben, a legforgalmasabb napon 1304 autót szereltek meg. 2021 évi vontató statisztikában pedig az látszik, hogy összesen 39.485 hívásra mentek ki a vontatósok, és összesen közel 116 milliót kerestek ebből. A legtöbb hívás San Fierroból érkezett, és ebben az évben 124 vontatóst alkalmaztunk, az egy napon elfogadott legtöbb hívás pedig 386 volt. Az alábbi grafikonon pedig azt láthatjátok, hogy melyik frakció mennyi hívást fogadott el havonta. A kék színnel jelölt a BMS, a zöld színnel jelölt a FIX, az STK-k meg sajnos hiányzik róla. Aztán még megnézhetjük az én statisztikáimat is, bár 2017 óta vagyok már a BMS-ben, a jelenlegi szerelőprogram csak 2020 óta van használatban, így onnantól fogva érvényesek ezek az adatok. Azt tudni kell, hogy én 2020-ban már csak hétvégente szereltem, amikor streameltem, illetve akkor, amikor videót vettem fel nektek. Tehát ezek maximum heti 2 óra szerelések, 2021 májusától 2021 végéig nem is szereltem egyáltalán. Szóval így a streamek és a videók készítése alatt összesen kerestem 5.400.000-et, valamint 303 autót szereltem meg. Összesen pedig 362-t vontattam. Nem túl sok, de hát nem is vagyok túl aktív már ezen a téren. Úgyhogy hát nagyjából ennyi lenne ez a videó, remélem érdekes volt számotokra. Köszönöm, hogyha végignézted, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!